Pénteken a késő délutáni órákban gurultak be Szegedre az új Mercedes buszok. A DAG ZRT 24 járművet biztosított a város számára. A Törökországban gyártott buszok érkezésével régi ikaruszok kerülnek parkolópályára. Elvárás volt az, hogy minden új jármű klímás és alacsonypadlós legyen, így ezeknek a buszoknak az aránya nagyon nagy mértékben növekedni fog a szegedi helyi közlekedésben az, az elvárás, hogy a, még az idén, illetve a jövő év áprilisáig a klímás arány is eléri az 50 ot Emellett minden buszban lesz ingyenes internet hozzáférés és érintő egy automatá is. A beszerzést az is indokolta, hogy a város és a közlekedési társaság közötti szerződés szerint 20 évnél idősebb járművek nem közlekedhetnek Szegeden. Az új buszokat hamarosan forgalomba állítják, várhatóan a város minden pontján feltűnnek majd. Minden vonalon, most már a, a napon belül csak időszakosan közlekedő sűrítőjáratokon is legalább óránként egyszer alacsonypadlós járműnek kell közlekedni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenütt meg kell jelenjenek ezek a járművek, ott, ahol még nem volt eddig alacsonypadlós szolgáltatás. Az ügyben kerestük a DAG Zrt t is, ők azt ígérték, akkor mutatják meg az új buszokat, ha mindegyik megérkezik Szegedre.